Ünnepi szentmisével vette kezdetét a falulap a magyarok nagyasszonya plébánia templomban. Antal Imre ópusztaszeri plébános azt mondta, Tiszakálmán falva és az ott élő közösség jó példája annak, hogyan kell egy kis településen megmaradnia és fejlődnie a magyarságnak. Itt Vajdaságban, meg Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken is ezt tapasztalom, hogy az emberekben ott van a hit, ami megerősíti, megtartja és erőt ad nekik a mindennapi küzdelmekben. Úgyhogy én csak azt kívánom és arra buzdítom az ittenieket, hogy ne engedjék el az Istennek a kezét. A Művelődési Egyesület épületében alkalmi műsorral emlékeztek meg a falu fennállásának évfordulójáról. Ma 131 éves Bodhiszava és a Művelődési Egyesület igazán sűrű és nagy programot rendezett. Sok fellépőnk lesz, és az mellett két filmet fogunk bemutatni. Az egyik film a művelődési életről szól, a másik pedig az emlékházunkról. A falunapra a magyarországi testvér településekről is érkeztek vendégek. Minden elismerésem azoké, akik össze kovácsolják ezeket a közösségeket, ezeket a helyi közösségeket szeretetből, hálából, alázatból, van mit tanulnunk, úgyhogy ezért is nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk, hiszen azokat az emberi értékeket, amelyeket egy ilyen kis közösségben megtapasztalhatunk, meg is tapasztaljuk, úgyhogy ezáltal föltöltődve megyünk haza. A közönség megkóstolta a finom helybeli kocsonyát, miközben a hagyományos zsíros kenyér partése maradt el.